Elkezdődött a Nyírbátori járási hivatal új épületének átalakítása. Itt folyhat majd az a hivatali munka, amit eddig a városban több helyen, illetve szűkösebb körülmények között végeztek a kormányhivatal dolgozói. A beruházás anyagi hátterét két forrás biztosítja. Egyrészt egy uniós forrásból energetikai megújítás keretében 140 millió forintot költünk erre az épületre, másrészt pedig hazai forrásból további 400 millió forintot, ami pedig azt a célt szolgálja, hogy egy megújult, modern, a kornak megfelelő állapotú épület legyen. Ennek nagyon sok összetevője van a tetőcserétől az épületgépészeti munkálatokig. Reményeink szerint szeptemberre ezt az épületet már el tudják foglalni kollégáink. Erre a fejlesztésre már több éve vár a város. Az új járási hivatalt a régi rendőrségi épületben alakítják ki, ami teljes körű felújításon és átalakításon megy keresztül. A költözés a nyírbátori kormányablakot nem érinti, az a régi helyén marad, viszont az összes többi hatósági szerv ide költözik majd. A városban több helyen működik a járási hivatalnak, például a népegészségügyi szervezete, az állategészségügyi szervezete, meg hát a hatósági osztályok a városházán, azok fognak a mögöttem lévő épületbe beköltözni, és ilyen formán véleményünk szerint a 21. század színvonalának megfelelő ellátást fognak kapni a kedves nyírbátori, illetve a nyírbátor járási emberek. Az új hivatali épülettel megoldódik a helyhiány, mivel jelenleg a polgármesteri hivatal épületében működik a járási hivatal is. További előny, hogy az épület elhelyezkedése is nagyon kedvező. A vasútállomástól és az autóbuszállomástól csupán néhány száz méterre található. Ezáltal az ügyintézés a járás minden polgára számára könnyen elérhetővé válik szeptembertől.